Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 10-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban egy lányt ajánlok a szíves figyelmükbe a Szabad Színház segítségével, egy lányt, aki hozott lélekből dolgozott. Majd következik egy színháztörténeti esemény összefoglalója, bemutatták az Ember tragédiája kettő drámát. Végül pedig az Albarégia Szimfonikus Zenekar nemzeti gyásznapi koncertjéről szóló beszámolónkat láthatják. Tartsanak velünk! A lány, aki hozott lélekből dolgozott. Ez a címe H. János darabjának, amelyet a Szabad Színház tűzött műsorára. Amit az apámnak kell nyújtani, az egy szolgáltatás. Miféle szolgáltatás? A főzésre gondoltam. A napi több órás átsorgásra a tűzhely mellett. De nem arra gondolt? Hát nem. De csak később derült ki számomra, hogy nem arról van szó. Hanem mi? Hát, hogy ez egy olyan szolgáltatás. Milyen szolgáltatás? Egy olyan szolgáltatás, amit mindenkinek meg kell tennie, aki egyszer beengedi azt a férget az életébe. A darab a párkapcsolati problémáink öröklődéséről szól. Egy nőnek az életén keresztül. Szép lassan kivontakozik a nőnek az élete a darab folyamán, és gyakorlatilag a kicsikorától az élete végéig látunk tulajdonképpen mindent. Hogy talált meg most titeket ez a darab? Régen egy felolvasó esten találkoztam a szerzővel, és tőle kértem ezt a darabot, H. Jánostól. És ő nagy szeretettel elküldte nekem ezt a darabot. Jó sokáig rágtuk, néztük, hogy lehetne ezt színpadra állítani. És aztán, amikor eljött a Covid lockdown, akkor kezdtük el próbálni online, és az online próbák után aztán az offline verziót is kezdtük, és hát most arra sikerült befejezni. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy néz ki egy online próba, ez mennyire működőképes? Hát vannak vele problémák, de alapvetően nagyon jól működött együtt a társulat ezzel. Interneten bejelentkeztünk egy Facebook szobába, és ott mindenki saját szerepét elkezdte olvasni. Először olvasópróbák, és mivel ez szerencsésen egy nem túl nagy mozgásos darab, meg nem kell hozzá túlzottan nagy tér, ezért tulajdonképpen a rendelkező próbákat is meg tudtuk tartani online módszerrel. És tulajdonképpen akkor, amikor sikerült bejutnunk és offline próbálni, akkor már csak a finomságokkal kellett foglalkozni, meg azzal, hogy gördülékenyen menjen a szöveg. Hiába simogatom a hátat, a mellett, a hasadat, hiába megyek lejjebb, tiszta száraz minden, mintha itt se lennék. De itt vagy, pont az a baj, hogy itt vagy. Akkor simogassalak még. Mindegy. Neked az mindegy, hogy én hozzád érek. Mindegy, csak legyen meg, ha már egyszer úgy se lehet jó. Megelevenednek benne jelenetek. Tehát amikor a lány életéről beszélünk, akkor egy-két jelenet ott életre is kell. És akkor nem csak elbeszélésből tudjuk, hogy mi történt vele, hanem tulajdonképpen a nézők figyelhetik, illetve a beszélgető társam figyelheti, hogy az ő élete az milyen volt, és hogy keveredett abba a helyzetbe, amiben végül is keveredett, és ezt élőben meg tudja nézni. Ez nem olyan, mint a mosogatás, rá lehet fogni, hogy azért nincs, mert a másik se csinálta meg, mert hogy a másik olyan, mert a másik az pont azért olyan, amiért azt tették vele, amit tettek. Főleg olyan helyzetek, amik az ember életében is előfordulnak, csak nyilván sok embernek hatványozottan, párkapcsolati problémák, családon belüli problémák. Ennek a nőnek az életében ez hatványozottan fordul elő, és hát nem ismeri fel azt sem, hogy tulajdonképpen sok olyan dolgot ismétel, mintákat ismétel, amit mondjuk az anyja is csinált, vagy az akár az apja. Azt mondta, hogy nem tudja végigasszisztálni azt, hogy egy hivatal, egy pénzügyi intézmény zilálja szét az életét. Még ha egy fiatal terhes lány állítana be azzal, hogy na, innentől kezdve van egy másik családja, azt még el tudná viselni. De a bankot? Azt nem. A címben én vagyok a lány, aki hozott lélekből dolgozott, tehát tulajdonképpen rólam szól a darab, az én életemről. És hát azért nem tartom magamat főszereplőnek, mert nekem van a legkevesebb szöveges szerepem. Én inkább ilyen jelenetekre elevenedek meg. Ki akar egy nő miatt börtönbe kerülni?
ugye különböző emberek vagyunk, nagyon sok ponton akár sírni, és nagyon sok ponton viszont akár egy ilyen fekete komédiaként is fel lehet fogni azt a dolgot. És abból a szempontból is zseniális, hogy mivel aktuális problémákat taglal jelenleg, amik ugye a társadalmunkban vannak, és akár úgy, hogy ez a szomszédunkban is lehet közvetlenül, nem feltétlen kell nagyba gondolkodni, meg nagyobb statisztikákban. Nagyon-nagyon sokan szerintem magukénak fogják érezni ezeket a problémákat, ugyanis hát ne adj Isten, de sajnos előfordulhat, hogy mind a családjukban, mind pedig a baráti körökben előfordult ilyen, és van, aki ilyen problémától szenved. Megkérdezte az anyját, hogy miért van az, hogy miért viseli el néha ezt a fájdalmat mégis. És amikor megkérdezte, akkor az anya azt válaszolta, hogy... Praktikus okokból, hogy béké hagyjon. Ez azért személy dolog. Tervezünk minél többet játszani a darabból. Úgy érzem, hogy a nagy közönség erre igényt tarthat. Ez egy olyan téma szerintem, ami sok mindenkit megérint. Neveztünk már egy fesztiválra, és tervezünk még 2-3 fesztiválra is benevezni, hogy megmérettessük a darabot szakmai közönség előtt is. Színház történeti darabnak ad otthont a Vörösmarty Színház. A teátrumban bemutatták Madách Imre az Ember tragédiája című alapművének 4 magyar kortárs író által folytatott drámáját, az Ember tragédiája 2-t. 4 magyar kortárs író jegyzi az Ember tragédiája 2 darabot, amelynek főpróbája előtt az alkotók Darvasi László, Márton László, Závada Pál és a színház rendezői avatták fel az Ember tragédiája bemutatója alkalmából ültetett almafához készült emlékkövet. A darab Szikora János, Hargitai Iván, Bagó Bertalan és Horváth Csaba rendezésében Madách örökérvényű drámájának folytatásaként egyfajta vízió, az emberiség 20. századának történetét lefedve a hurrá hangulattól a pusztulásig. A 2 keretjáték és a Titanic szín kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az örökbecsű madácsi gondolatok mentén folytatódjék és érjen véget az Ember tragédiájának 20. századi története. Darvasi László radikális, végtelenül mai megközelítése kevéssé elemző, ugyanakkor kifejező keretet ad ebben a különleges dramaturgiában arra, hogy mindenki felismerhesse a Titanic sorsában a következő évtizedek borzongató történéseit. Hát elmentek. Hála legyen az Istennek. Jobb lesz ez így. Jobb, hogy én itt maradtam. Se őt, se azt a másikat. Valóban, szóval úgy igazán nem akartam. Azt már nem. Ezt még nem. Azért keltem föl nehezen a székből, mert nem azért, mert nagyon hosszú az előadás, hanem azért, mert a gondolatok, amelyeket ébreszt az emberben, azok nagyon súlyosak és nehezek. De ugyanakkor, és ezt tartom talán ennek az előadás, ezen előadás legnagyobb erényének, hogy ezek azok a gondolatok, amelyeket különösen egy ilyen világhelyzetben, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy egy világhelyzet van, egy ilyen világhelyzetben az embereknek illik föltenni. Hát te? Mit keresel itt? Tán kértelek, hogy vezess? Vezess! Csak tájékoztatásul. A vakma eszmelmei küzdést kíván, és diszharmóniát, mely új erőt szül, és új világ. Egy ötvözet. A nacionális szocializmus. A nagyváradi berlini szín Závada Pál darabja Hargitai Iván rendezésében a trianoni nemzeti sorstragédiától a rendszerváltás hajnaláig mutatja be azt a sokszínű 20. században eleltévejedő emberfiát, aki kétségekkel teli széttördett világot láttató történetben él. A szovjet birodalom összeomlik. Ez az elkerülhetetlen jövő. Ezért a lerombolásának kell az élére állni, és persze menteni a menthetőt. Azt akarjuk, hogy te ezt töltögetsz. Hogy majd a romokon olyan magasra kapaszkodj fel, amennyire csak bírsz.
miféle romokon? Hülye vagy? Berlini fal romjai. Mi meg majd érdemet szerint nem leszünk hálátlanok. Rettentő történelmi helyzetek tömkelegével van tele a 20. század, tehát hogy sajnos duskálunk abban, hogy miben, vagy duskáltak a szerzők abban, hogy milyen történelmi szituációkat válogassanak. Az valójában a Madácsi gondolatnak azon folytatása, nem csak ebben a háromságban, hogy Ádám Éva Lucifer szerepel benne, hanem az is, hogy mindig próbál valamilyen módon Ádám egy újabb korban valahogyan felfrissülve megváltani az emberiséget és valami új helyzetben új világot teremteni, vagy jobb világot teremteni, és hogy rendre kudarcra van ítélve ez, és ezek a kudarcok egyre fájóbbak, ahogy közeledünk a mához. Barátai! Nem vagyok fiatal már, de látjátok, szorult belém erő, még bírom szusszal a művészi munkát, aminek célja az, és nem egyéb, hogy az egyéni zsenialitás impulzust adjon a tömegeknek, és ezzel segítse a haladást. A Dél-francia szín, amely Márton László, a kortárs magyar drámairodalom egyik kimagasló képességű írójának munkája, Pablo Picasso a kor legnagyobb festőművészének különös életét szembesíti a 20. század félelmetes társadalmi emberi kihívásaival, a korszellem gigantikus, az újrateremtést láttató árandó szenvedélyű pillanataival Horváth Csaba rendezésében. Santiago Carillo, az illegális spanyol kommunista párt külügyi összekötője. Azt ünneplitek, hogy felszabadult a világ nagy része. Hát Spanyolország? Még mindig Franco igája alatt nyög. A mi Pablónk is, ez a géniusz. A szárműzetés kenyerét eszi, amely, mint tudjuk, száraz és penészes. Meg kell döntenünk Franco rémuralmát, és ehhez minden eszköz jó nekünk. Vasútrobbantás, szabotás, merénylet. Barátom, kisét túlzásba viszem. Barátom, Pablo, csak leszerénykedj. Lásd a Gernikát, lázas, megrendítő alkotást. Az ő élete, a társadalomhoz való viszonya, a politikához való viszonya, a politikai hovatartozásáról szól, a magánéletéről, tehát csupa-csupa olyan helyzetben látjuk őt ebben az előadásban, illetve ebben a színben, ahol újra és újra az bizonyosodik be róla, hogy a művészete mindent felülír. Politikai hovatartozást, magánéleti kapcsolatokat, mindent. Tehát ugye a kor zsenie, és gyakorlatilag az, hogy az ő festészete mennyire újszerű és mennyire forradalmi, ez emellett minden eltörpül, ezt szerettem volna kihangsúlyozni ezzel az előadással. A Tasnád István által színpadra álmodott csendes óceáni színben a szerző különleges stiláris megközelítéssel boncolgatja a környezetvédelem 20. 21. századi problémáit. A luxusjakton játszódó gondolatsor minden esetre követi a Madácsi gondolatsort. Tasnádi egyedi, 21. századi stiláris megközelítésében Bagó Bertalan rendezői attitűdjének végtelenül emberi formanyelvével dúsítva. Hogy ösztönében él, ám közben égre tör. Másolja Isten! Méhéből számos új embert teremtve. Egy pillanat, azért ahhoz kellünk mi is. Egyetlen sejtecskét adunk az egész misztériumhoz, amely lezajlik gyöngécske testi, felszentelt eleven lombikjában. Húérett testemből nem fog születni. A Child Free mozgalom híve vagyok. Child Free Movement! Gyerekmentes élet. Így a fehér fajnak nem sokára reszel. Wow! This is the great end of the story. Engem az izgatott, és az izgatott benne, hogy különböző fajtájú emberek vagyunk, különböző stílusban rendezünk, mind a négyen, és az írók is különböző stílusban írták a darabot. Hol humorral, hol ironiával, hol drámával, hol így, hol úgy. És ebben az az izgalmas, hogy így is egységet alkot. Azáltal alkot egységet, mint az emberiség ilyen. Tehát nem feltétlenül kell mindennek tökéletesen homogénnek lennie, de van egy paradigma, amit elfogadott minden szerző, meg mi is, hogy van egy Lucifer, van egy Ádám és egy Éva. És ez tulajdonképpen ezt tartja össze, ezt az egész konglomerátumot. És azt gondolom, hogy attól izgalmas a dolog, hogyha valaki megnéz egy ilyen, mondjuk egy Ember tragédiája 2-t, akkor
négy előadást lát, négy fajta dolgot lát. Emlékezzetek rá, miket mutattam. De mutathatok egyebeket is. Tessék, Hiroshima, Auschwitz, Gulág, gyorsan olvadó sarkvidéki jég, lángba borult őserdők itt is, ott is, járványok, ebola, koronavírus, ez kell nektek? Vagy azt meritek-e állítani, hogy mindez nem igaz? Mindaz, amit mondasz, Lucifer, nem hazugság. De az igazságnak csak a fele. Mi tudjuk, hogy mindazt, amit mutattál a világból, csak az egyik oldal. Gyönyörgök, olvassuk el a másik oldalat is. Négy szuverén szerző, négy célzottan heterogén írói szándék, négy rendező, négy különböző formanyelv, ugyanakkor izgalmas, eredeti mondani való az emberről, ami érvényes volt tegnap, érvényes ma, és holnap is az lesz. Ez az Ember tragédiája 2. Daróczi Bárdos Tamás, Hindemith és Strauss dallamai csendültek fel a Szent Imre templomban. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Halottak napi hangversenyén Kis Katalin és Horváth István szólistákat, az Alba Régia Vegyeskart, az Ars Oratoria Kamarakórust, a Primavera Kórust hallhatta a közönség. Az est karmestereként Dinny és Dániát köszönthettük. A Nemzeti Gyásznapon a Szent Imre templomba invitálta Halottak napi koncertjére a klasszikus zene barátait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az előadás különlegessége volt Daróczi Bárdos Tamás Magyar Requiem című műve, amely fehérvári felkérésre született. Székesfehérváron mind az előadóknak, mind a közönség számára nagyon fontos ez az ünnep, az emlékezés, a halottak napja, és hozzá kapcsolódóan az 56-os forradalom okán, ugye ez a Nemzeti Gyásznap leverése napja. Úgyhogy ezen a napon évek óta emlékezünk a halottainkra, emlékezünk az 56-os áldozatokra. Mai napon három gyászzenével készültünk, valódi gyászzenék ezek. Hindemith egy fantasztikus művet komponált szólóbrácsára és zenekarra, és nagyon büszkék vagyunk, hogy zenekarunk Brácsa szólamvezetője Kis Katalin fogja játszani ezt a szólót. Egyébként a darabot a Brácsa irodalom egyik legszebb darabjának tartanak számon. Azután szintén különleges darab Richard Strauss-nak a Metamorfózisok című műve, amit pedig 23 vonó szólistára írt, és hát a II. Világháborúhoz kapcsolódó gyászzenéről van szó. És ezen kívül pedig Daróczi Bárdos Tamás Magyar Requiemje fog elhangzani, amelyről azt kell tudni, hogy maga a szerző nagyon szoros kapcsolatba állt Székesfehérvárra, azon belül is a Primavera kórussal, és ennek a darabnak már egy hangfelvétele is elkészült, a kórus és a zenekarunk jó voltából korábban, úgyhogy örömmel újítottuk föl most ezt a darabot a kórus kérésére, és nagyon örülünk, hogy a szerző özvegye is részt fog venni a ma esti koncerten. Oh, yeah.
Daróczi Bárdos Tamás, a Tedeum és a Missa Grazie kórus műveinek sikerei után 1997-ben komponálta a Magyar Requiemet, a három műből álló Fehérvár trilógiát pedig a Primavera kórus énekelte lemezre. A művet a Kremnicki Gábor rendelte a Daróczi Bárdos Tamástól, és három éven keresztül írt egy-egy művet, amit bemutattunk először a Fehérvári Tedeumot, aztán egy misét, és végül a Requiemet, így lett ez a Fehérvári trilógia. A kórus nagyon szerette, tulajdonképpen a bemutató 97-ben volt már nagyon régen, és 2003-ban vettük lemezre, hogy megmaradjon örökre, és azóta nem tudtuk előadni, és nagyon szeretjük. Az immár hagyományos hangversenyen Hindemith Trier Music és Strauss Metamorfózisok című műveinek dallamai is felcsendültek Dinnyes Dániel vezényletével. Mindenképpen olyan darabokat akartunk választani, ami a Halottak napjához kapcsolódik, és ugye elég nehéz megtalálni csak amikor, ha nincs, tehát szintisztán hangszeres zenében a gyász, mint olyat. Tehát ugye nagyon kevés olyan gyászzene van, ami valóban csak hangszeres, mert általában ezek a requiemek. És a requiemek meg ugye kórus igényelnek, ugye nálunk a Daróczyban van kórus, de igazából így, hogy külön csak zenés, csak hangszeres dolog is a gyászról szól, ez elég kicsi a repertoár, és így találtuk meg végig is a Riástausz metamorfózisait, ami abszolút egy gyászos emlékű, ugye 45 és az egész háborúnak a borzalmai után íródott, és a Hindemithet, aminek meg ez a címe, hogy gyászzene. És ott az olyan, a Hindemith az olyan, mintha a Brácsa személyében egy magánszemély mondaná el a bánatát, illetve mondaná el az összes keserűségét, és a végén ez feloldódik egy korában, egy gyönyörű szép korában. A metamorfózis meg pedig olyan, mintha egy ilyen nagyobb tömeg, ha úgy tetszik, hogy egy ilyen nagyobb ember áradat mesénél újra és újra egy ilyen rettenetét vagy borzalmát mindennek, amit átéltek. És nem csak Németországban, hanem tulajdonképpen az egész világ. Természetesen Straussnak ez sokkal inkább arról szólt, hogy az ő világa eltűnt. Tehát, hogy a második világháborúban egyszerűen minden eltűnt, a bombázások is, és az egész kulturális élet, amiben ő fölnőtt, ugye 1864-ben született, és hogy az ő eltűnt, és ennek egy hihetetlen nagy gyász emléket írt ebbe a metamorfózisba. Az es szólistái Kis Katalin Brácsa és Horváth István tenor voltak, hallhattuk az Alba Régia Vegyes Kart Knejfel Imre, az Ars Oratória kamarakórust Pad Zoltán és a Primavera kórust is Horányi Otília irányításával. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, így jön itt viszontlátásra.